Panovapó különös napja Réges-régen élt egyszer egy idős suszter, messze-messze egy kis orosz falucskában. Panovnak hívták, de senki nem szólította Panovnak, Panov úrnak, sőt, még Panov suszternak sem. Bárhová ment a kis falucskában, mindenki annyira szerette, hogy csak Panovapónak szólították. Panovapó nem volt gazdag, Egyetlen kis szobácskája volt, melynek ablaka az utcára nézett. Ebben a kis szobában lakott, és ez volt egyben a műhelye is. De azért szegény sem volt, minden szerszáma megvolt a susztermesterséghez, volt egy vastűzhelye, aminél melegedett és ételt főzhetett, volt egy nagy fonott kosárszéke, ahol időnként elszúnyókált, egy masszív ágya színes takaróval, és egy kis olajlámpája, hogy esténként legyen mivel világítania. Mindig olyan sokan akartak új cipőt csináltatni, vagy a régit foltoztatni, sarkaltatni, talpaltatni, hogy panovapónak mindig volt elég pénze kenyérre, kávéra és káposztára, amiből levest főzöm. Így Panovapó szinte mindig vidám és boldog volt. A szeme csak úgy ragyogott kis kerek szemüvege mögött. Egész nap dudorászott vagy fütyörészett, a járókelőket pedig hangos, jó kívánságokkal köszöntötte. De ezen a napon másként volt. Panovapó szomorúan állt kis szobácskája ablakánál, és feleségére gondolt, aki már régen meghalt, meg gyermekeire, akik felnőttek és elköltöztek. Karácsony este volt, és mindenhol együtt volt a család. Panovapó végignézett a falu házain. Minden ablakból gyertyák és lámpák vidám fénye szűrődött ki, és már álltak a karácsonyfák. Hallotta a nevetést és a gyermekek boldog játék közben. Érezte a sülő hús illatát, mely az ablak és ajtó melletti repedéseken szivárgott be. Bizony, bizony, de nem volt senki, aki visszavarázsolhatta volna szemének ragyogását kiskerek szemüvege mögött. Panovapó nagyot sóhajtott, aztán komótosan meggyújtotta az olajlámpát, oda ment a polchoz, és levett egy régi, barna könyvet leseperte az ott maradt bőrdarabkákat a padról, feltette egy bögre kávét a tűzhelyre, leült a fonott kosárszékbe és elkezdett olvasni. Panovapó nem járt iskolába és nem tudott valami jól olvasni, ezért újjával követte a szöveget és hangosan olvasott. A karácsonyi történetet olvasta, hogy Jézus nem melegházban, hanem egy istálóban született, mert nem volt számukra hely a vendégfogadó háznál. Bizony, bizony, mondta Panovapó, bajuszát pödörgetve. Ha idejöttek volna, elalhattak volna az ágyamon. A kisbabát betakartam volna meleg takarommal. Örülnék, ha itt lenne velem valaki és egy kisgyermek, akivel eljátszanék. Panovapó felállt és megpiszkálta a tüzet. Kint ködösre fordult az idő, így fejebb csavarta a lámpát, töltött magának egy csésze kávét, és folytatta az olvasást. Arról olvasott, hogy gazdag bölcsek keltek át a sivatagon, hogy ajándékot vigyenek Jézusnak, aranyat és illatos fűszereket. Bizony, bizony, sóhajtott fel Panovapó, ha Jézus idejönne, nem tudnék neki mit adni aztán elmosolyodott, és a szeme felragyogott kis kerek szemüvege mögött. Felállt az asztal mellől, és oda a polchoz. Volt ott egy zsineggel átkötött poros doboz. Felnyitotta a dobozt, és kivett egy pár apró cipőcskét. Kezébe vette a kis cipőket, és mozdulatlanul állt. Ez volt a legjobb pár cipő, amit valaha készített óvatosan visszatette őket a dobozba, azután újra leült a kosárszékbe. Ezzel ajándékoznám meg, dünnyögte. Sóhajtott egyet, és tovább olvasott. Ki tudja, talán a szoba melegetette, vagy amúgy is későre járt, de panovapó csontos ujjai nem csak sokára lecsúsztak a lapról, szemüvege is lecsúszott az orráról, és csöndesen elaludt. Kint egyre nagyobb lett a köd. Elmosódott alakok haladtak el az ablak előtt, de az öreg súszter csak aludt tovább, és még horkolt is egy kicsit. Hirtelen egy hang szólította. Panovapó! Panovapó! Az öreg ember felúrott. Ki az? kérdezte, amint körülnézett elég rosszul látott a szemüvege nélkül, de biztos volt benne, hogy senki sincs a szobában. Panovapó szólt újra egy hang. Azt kívántad, hogy megláthass, hogy betérjek a műhelyedbe és megajándékozhass. Holnap reggeltől estig figyelj, és én eljövök. Légy nagyon figyelmes, hogy felismerj, mert nem mondom meg, ki vagyok aztán újra csend lett. Panovapó megdörzsölte a szemét és felállt. A kájában már elégett a szén, a lámpa pedig teljesen kialudt, de kívülről csengők hangja hallatszott. Itt a karácsony csilingelték. Ő volt, mondta magában az öreg suszter. Jézus volt. Elgondolkozva megpödörte bajuszát. Lehet, hogy csak álom volt, de azért figyelek, és remélem, hogy karácsony napján meglátogat. De hogyan fogom megismerni? Hiszen nem maradt kisgyermek, felnőtt, király lett, és azt mondta, hogy ő az Isten fia. Az öreg ember megcsóválta a fejét. Bizony, bizony, mondta, nagyon kell majd figyelnem. Panovapó le se feküdt. Ott ült fonott székében az ablakkal szemben, és figyelt, mikor jön arra valaki. Lassan-lassan felkelt a nap, és sugarai megvilágították a macskaköves utcát. Senki nem járt az úton. Főzök magamnak egy jó kávét karácsony reggel, mondta Panóvapó vidáman, csak úgy magának. Begyújtom a kájhát, és főzök egy nagy adag gőzölkő kávét de az egyik szemem azért mindig az ablakon lesz. Remélem, ma eljön. Panovapó várt. Végre jött valaki, egy alak tűnt fel a kanyargós utca másik végén. Panovapó kilesett az ablakon. Nagyon izgatott volt, lehet, hogy Jézus jön hozzá. Csalódottan fordult el, az alak egyre közeledett lassan jött az úton, meg-megállva. Panovapó tudta már, hogy kijön. Az öreg utcaseprő, aki minden héten arra jött talicskájával és seprűjével. Panovapó mérges lett. Jobb dolga is volt, mint öreg utcaseprőket figyelni. Istent várta. Jézust, a királyt. Türelmetlenül elfordult az ablaktól, és jó ideig várt, hogy az utcaseprő seprő elmenjen. De mikor visszafordult, az öregember még mindig ott állt az utca másik oldalán, Panovapó bolcsával szemben. Letette a talicskáját, kezét dörzsölgette és dobogott a lábával, hogy egy kicsit felmelegedjen. Panovapó nagyon megsajnálta, mert látszott, hogy nagyon fázik. Még elképzelni is rossz, hogy valakinek karácsonykor is dolgoznia kell. Panovapó megkocogtatta az ablakot, de az öregember nem hallotta, így kinyitotta műhelyének ajtaját. Az ajtóból kiszólt, jöjjön be! Az utcaseprő kicsit ilyetten fordult hátra, az emberek gyakran durván bántak vele a munkája miatt, de Panovapó mosolygott. Mit szólna egy csészekávéhoz? szólt neki. Látom, hogy teljesen át van fagyva. Az utcaseprő egyből otthagyta a talicskáját. Hát bizony jó lesne, mondta, és bement a kis műhelybe. Igazán nagyon kedves magától, igazán nagyon kedves. Panovapó kitöltött egy csésze kávét a tűzhelyen lévő kannából. Ez a legkevesebb, amit tehetek, felelte, hiszen karácsony van. Az öregember felsóhajtott. Nekem ennyi a karácsony, miközben a kájha mellett melegedett, nedves ruhájának párolgása kesernyés szaggal töltötte el a szobát. Panovapó visszatért előbbi helyére az ablak mellé, és figyelte az utcát. – Látogatót vár! – kérdezte az utcaseprő. – Remélem, nem vagyok útban. Panovapó megrázta a fejét. – Én... <hull> – Hallott már Jézusról? – kérdezte. Isten fiáról? kérdezett vissza az öreg ember. Ma meg fog látogatni, válaszolta Panovapó. Az öreg utcaseprő megdöbbenve nézett rá, így Panovapó elmondta az egész történetet. Ezért figyelem, hogy mikor jön. Az utcaseprő letette a csészéjét, szomorkásan megcsoválta a fejét, és elindult az ajtó felé. Sok szerencsét, mondta, és köszönöm a kávét. Most először elmosolyodott, azután sietve kilépett az utcára, és fogta a talicskáját. Panovapó az ajtóból nézett az utca seprő távolodó alakja után. Szétnézett. A téli nap sugarainak melege megolvasztotta a jégvirágokat az ablakon, és a csúszós jeget a macskaköveken. Az emberek mozgolódni kezdtek, néhány részeg még mostán torgott haza az előző esti mulatság után. Ünneplőbe öltözött családok siettek, hogy meglátogassák rokonaikat. Minnyájon mosolyogva köszöntötték a műhelye ajtajában álló panovapót. Boldog karácsony, panovapó, mondták. Az öreg suszter is köszönt, visszamosolygott, de nem állította meg őket, hiszen minnyájukat jól ismerte. Ő valaki mást várt. Éppen be akart zárni az ajtót, mikor észrevett valamit. A fal mellett az árnyékban egy nő közeledett, karjában egy kisbabával. Nagyon sovány volt, láthatóan fáradt, és ruhája is kopott. Panovapó nézte, nézte, azután odaszólt neki. Jöjjön be, és melegedjen egy kicsit! A nő meglepődve tekintett fel, és el akart szaladni de azután meglátta, hogyan ragyog az öreg súszter szeme kis kerek szemüvege mögött. Nagyon kedves magától, mondta az asszony, miközben panovapó félreállt, hogy bemehessen a kis műhelybe. Az öreg csak megrántotta a vállát. Ugyan, szóra sem érdemes, felelte. Csak láttam, hogy nagyon át lehet fázva. Messzire megy? A szomszéd faluba, válaszolta az asszony még vagy hat kilométer. Tudja, lent laktam a malomnál, de nincs pénzem a lakbérre, ezért el kellett jönnöm. Most az unoka testvéremhez megyek, hát ha befogad, mert nincs férjem. Az asszony bement és megállt a kájha mellett. Panovapó karjába vette a kisgyermeket. Megkínálhatom egy kis levessel és kenyérrel? kérdezte, de az asszony büszkén elutasította akkor legalább fogadjon el egy kis tejet a gyermek számára, mondta. Meglangyosítom a tűzhelyen, ne aggódjon, ragyogtak az öreg ember szemei, nekem is voltak gyermekeim. A kicsi csuklott egyet, és vidáman rugdalózott a lábával. Bizony, bizony, mondta Panovapó fejét csóválva, szegény kicsikének nincs is cipője. Nincs miből vegyek, mondta keserűen az asszony. Miközben Panovapó a gyermeket etette, támadt egy gondolata. El akarta hessegetni, de csak visszajött. A doboz a polcon. Az a pár cipő, amelyet oly sok évvel ezelőtt készített, talán jó lenne ennek a kis csöpségnek. Így Panovapó elővette a kis cipőket, és felhúzta a gyermek lábára. Pont rá Tökéletes, mintha csak rá öntötték volna. Fogadja el ezt a pár cipőt, mondta kedvesen. Az asszony nagyon örült. Hogyan hálálhatnám meg, kiáltott fel. De panovapó már nem is hallotta. Aggodva tekintett ki az ablakon. Csak nem ment el Jézus, míg ő a gyermeket etette? Valami baj van, kérdezte együttérzően az asszony. Hallott már Jézusról, aki karácsonykor született? Válaszolta Schuster egy kérdéssel. Az asszony bólintott. Ma el fog jönni, mondta Panovapó. Megígérte, és elmesélte az álmát, ha egyáltalán álom volt. Az asszony figyelmesen hallgatta, míg be nem fejezte a történetet. Úgy nézett, mint aki nem egészen hiszi, amit hallott, de azért kedvesen megveregette az öregember vállát, és így szólt. Remélem valóra válik az álma, igazán megérdemli, hiszen olyan kedves volt hozzám és a gyermekhez. És az asszony folytatta az útját. Panovapó bezárta mögötte az ajtót, melegített magának egy nagy adag káposztalevest a tűzhelyen, és újra elfoglalta helyét az ablaknál. Teltek az órák, és az utcán jöttek, mentek az emberek. Panovapó jól megnézett mindenkit, de Jézus nem jött el. Ekkor nagy ijegység fogta el. Talán Jézus eljött, de ő nem ismerte fel. Vagy addig haladt el az utcán, míg ő a tüzet piszkálta, vagy a levesét melegítette, és egy pillanatra elfordult. Az öreg suszter nem tudott tovább nyugodtan ülni, oda ment az ajtóhoz, hogy még egyszer szétnézen. Mindenféle emberek jöttek, gyermekek, idősek, koldusok, nagyanyók, vidám és mogorva emberek. Némelyekre rámosolygott, másoknak bólintott, a koldusoknak pedig egy pár fillért vagy egy darab kenyeret adott. De Jézus nem jött. Leszállt az este, mindent elborított a decemberi köd. Az öreg súszter szomorúan meggyújtotta az olajlámpást, és fáradtan ült le fonott kosár székébe. Elővette a könyvet, de olyan nehéz volt a szíve, és a szeme is annyira fáradt, hogy nem tudta kibetűzni a szavakat. Csak álom volt az egész, mondta magában szomorúan. Olyan nagyon hinni akartam benne, annyira vártam, hogy eljöjjön. Két hatalmas könnyebb gyűlt össze a szemes sarkában, és legördült az arcán. Hirtelen úgy tűnt, mintha valaki lett volna a szobában. Panovapó könnyein keresztül egy sor embert látott áthaladni a kis szobán. Ott volt az utcaseprő, az asszony kisgyermekével, mindenki, akit látott, vagy akivel beszélgetett aznap. Ahogy elhaladtak mellette, suttogva azt kérdezték, nem láttál engem, panovapó? Nem láttál? Ki vagy? kiáltott fel az öreg súszter, és nehézkesen felállt a székből. Ki vagy? Kérlek, mondd meg! Azután ugyanazt a hangot hallotta, mint előző este, bár hogy honnan jött, nem tudta volna megmondani. Éheztem, és ennem adtál. Szomjaztam, és innom adtál. Jövevény voltam, és befogadtál. Miközben ezeken az emberekken segítettél, velem tetted azt. Majd megint csend lett. A könnyek felszáradtak az öreg ember szeméből. Bizony, bizony, mondta lassan panovapó, Ősz bajuszát pödörgetve. Hát, mégiscsak eljött! Elgondolkodva bólogatott, majd elmosolyodott, és szeme újra ragyogott kis kerek szemüvege mögött.